Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének legújabb videójában. Mint ismeretes, és beszéltünk is róla, a kormány a Mi Hazánk nyomásgyakorlásának köszönhetően visszavonulót fújt vendégmunkás ügyben, és visszavonja a még hatályba se lépett vendégmunkás törvényt, és azt ígéri, hogy egy újat, szigorúbbat fog létrehozni. Nyilvánvaló, hogy ezzel nem oldódott meg semmi, de nyilvánvaló az is, hogy jelzi, van értelme az ellenállásunknak, viszont három fő pont van, amiben továbbra is kételjeink vannak, és azt jelzi, hogy semmi nem oldódott meg. Egyrészt ugye 100-200 ezer vendégmunkás, harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik már Magyarországon, a kormány semmi jelét nem adja annak, hogy őket haza akarja küldeni, és továbbra is jönnek egyre többen. Továbbá az új törvényről se tudunk még semmit. A második pontunk az, így ebből kifolyólag, hogy valószínűleg ez is tele lesz szándékosan kétértelmű megfogalmazásokkal, olyanokkal, amelyeket aztán majd ki lehet játszani. A harmadik pont, ami nagyon fontos, hogy már csak azért sem hisszük, hogy a kormány egy 180 fokos fordulatot venne, mert akkor teljesen szembe kellene mennie az eddigi gazdaságpolitikájával, amely a globális nagytőke kiszolgálására épült, a német autógyárak szolgálatára, vagy a kínai akkumulátorgyárak szolgálatára. Ezt nyilvánvalóan nem fogják megtenni, márpedig a nagytőkének szüksége van az olcsó ázsiai vendégmunkásokra, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom, még egyszer mondom, azt mondja, hogy semmi nem oldódott meg, és ígéretünkhöz híven folytatjuk tovább a tényfeltáró munkát. Ezúttal Esztergomba jöttünk, hogy megnézzük, mi a helyzet a vendégmunkások terén. Itt ülünk az esztergomi betyárbástyában, és itt ül velem szemben Tóth István, a helyi betyársereg tagja és a helyi tulajdonosa, aki igencsak aktív itt a helyi közösségi élet szervezésében, nemzeti érzelmű emberek szervezésében, hogy így mondjam. És őt kérdezem először is, hogy mit tapasztaltok itt helyben a vendégmunkás ügyben, esetleg próbálnak-e ide bejönni, vagy milyen lakossági visszajelzések érkeznek? Hát kezdetlegesen pár évvel ezelőtt elkezdték ide betelepíteni, felépítették a munkásszállókat, elkezdték betelepíteni a vendégmunkásokat. Az első nekirugaszkodás alkalmával volt egy-két incidens itt a betelepített vendégmunkások, elsősorban az indiaiakkal, akik még nem tudták, hogy mikor zárnak az üzletekbe a helyi szinten, és megpróbálták zárás után kinyitatni a boltokat, vagy a helyi közlekedése nem voltak tisztában, hogy hogy kell közlekedni, milyen udvarias módon kell a hölgyekkel bánni egy járdai közlekedésnél. Ezeket még úgy megpróbáltuk elmagyarázni nekik, értesítettük őket, hogy felvilágosítottuk, hogy ezek hogy történnek, mint történnek, milyen szabályok vannak itt. Aztán utána jöttek ezek a Szabolcsból, Borsodból, innen-onnan betelepített magyar származású vendégmunkások. Hát ővelük előfordult itt ilyen drogos állapotban való hőbölgés az utcán, verekedések, késelések, stb. De ezt elég rugalmasan kezelték itt a munkáltatók, meg a helyi szállótulajdonosok, mert ilyen egy-két héten belül ezeket kezelték, és ők maguk leselejtezték, észrevették, hogy ezek az emberek csak a balhét csinálják. A munkájuk nem volt megfelelő, ezért őket ilyen egy-két hét alatt le is cserélték, visszaküldték, eltávolították a környékről. Aztán jöttek az ukrán vendégmunkások, jöttek az ukrán cigány családok, akiknél szintén fordultak elő problémák. Az ukrán gyerekek, 17-18-20 éves birkózó gyerekek, itt egy olyan két hónapos beilleszkedés után, idézőjelben beilleszkedés után elkezdték itt zaklatni, molesztálni a fiatal lányokat. Ekkor én felkerestem a szálló tulajdonosokat, megbeszéltem velük egy találkozót, ez a találkozó össze is jött, elmondtuk nekik a problémákat, a helyi problémákat, milyen visszajelzések vannak a lakosság részéről, és megállapodtunk abba, hogy amikor mink egy ilyet észlelünk, vagy kapunk egy ilyen jelzést, akkor értesítjük őket, és ők kezelik ezt a problémát. Most volt 3-4 olyan incidens, amikor mink itt ezt jeleztük őfeléjük, 2 napon belül intézkedtek is, úgyhogy egyelőre a megállapodásunk az idáig állja a helyét, és nem kellett közbeavatkoznunk semmilyen módon. Akkor azért lehet mondani, hogy ez egy üde szív volt az országon belül, hogy tulajdonképpen itt a betyársereg tevékenységének köszönhetően valamilyen módon azért kordában vannak tartva, mert azért az ország más pontjain ez, ahol esetleg nem tud jelen lenni a betyársereg, ez nincs így.
Viszont egy másik témáról szeretnélek kérdezni, mert az elmúlt héten lehetett hallani, hogy itt Esztergom területén belül egy kis buszt állítottak meg, migránsokat szállított, ők nem migráns munkások, nem vendégmunkások voltak, hanem azok, akik a déli határon jönnek be Magyarország területére. Erről is egyre többet lehet hallani, hogy a jelenlegi szlovák-magyar határon rengeteg migráns szökik át innen Esztergomból. Nyilván erről is vannak tapasztalataid, néhány szót kérlek, oszd meg velünk. Igen, vannak tapasztalatok, most ezt ki kell, hogy helyesítselek. Itt nem megállították a mikróbuszt, hanem itt egy lekanyarodó sávba egyszerűen a piros lámpánál megállt a mikróbusz, az ember csempész kiszállt, kinyitotta az ajtót és szélnek engedte a migránsokat. Ez tavaly óta zajlik az, hogy Esztergom területén keresztül hordták itt az embercsempészek a migránsokat, mink erre ősszel szerveztünk több akciót, így a betyársereg tagokkal, meg helyi srácokkal, akik azt mondják, hogy igen, nem kérünk belőlük, hogy itt is elfajuljon az a dolog minden a déli határnál, hogy rablások, betörések, rongálások történjenek meg. Tavaly össze annyit sikerült elérnünk, hogy Esztergom és Esztergom kertváros területén több migrást fogtunk meg, több embercsempészt megfogtunk itt, tehát feltartóztattuk őket, amíg a hatóság ki nem érkezik, sőt volt, amikor tudtuk, hogy a hatóság keres migránsokat, és akkor mink önként csatlakoztunk és segítettünk nekik a felderítésbe, ami oda-vissza működik itt a hatóságokkal, mert megköszönik a tevékenységünket, megköszönik azt, hogyha beállunk segíteni. Most ez tavaly úgy lecsendesedett térre, mert mink össze elég aktívak voltunk, és azért elküldtük az üzenetet az embercsempészeknek, hogy Esztergom az egy olyan térség, amire odafigyelünk, és úgy kerüljék ki, ha egy mód van rá. Aztán most tavasszal újra elkezdődött az, hogy Esztergom területére kezdték el hordani a migránsokat. És mivel Lengyelország lezárta a határait, és Szlovákiába ragadtak bent a migránsok. Most a szlovákok szintén lezárták a határokat, és most itt Esztergomba ragadnak bent ezek a migránsok, akiket erre hoznak. Most ez a mikrobuszos történetnél is körülbelül 40 migránsról beszéltek, hogy annyit láttak ott a szemtanúk, hogy annyi szaladt ki a mikrobuszból. Ebből mink összeszerveződtünk a srácokkal, 11-et sikeresen megfogtunk, feltartóztattuk addig, amíg a hatóságok nem jöttek, értük, elszállították, és az egyik bevándorló által említett létszám az ilyen 20-22 főről számolt be. Most tudomásunk szerint másnap a Mária Valéria hídon megfogták a maradék 11 migrást, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy ez a mikrobusznyi migrás, ez meg lett fogva, és nincs itt az erdőkben, nincs itt a városunkban, de hát még nem fogjuk feladni, úgyhogy ha még jelzést kapunk arról, vagy információt, hogy migránsokat hoznak, migránsokat látnak, akkor mink aktívan részt fogunk venni ezeknek a felkutatásában, meg az elfogásában. És még mielőtt kimennék megnézni a munkásszállókat, kicsit kanyarodjunk vissza itt konkrétan a kocsmára, ahol ülünk. Itt az elején felvetettem, hogy esetleg kérdésként, hogy jönnek-e be esetleg migránsok, vendégmunkások, esetleg itt a környékből cigányok. Velük van-e probléma, illetve nekik hogyan adtátok tudtára, hogy itt a társadalmi együttélés szabályait bizony be kell tartani? Hát ez nagyon egyszerű történet. Ezt a vendéglátóegységet, mikor én megvásároltam, itt mindenkinek volt adva egy esély. Ez lehetett vendégmunkás, lehetett roma származású, lehetett magyar ember, és leselejtezték saját magukat szó szerint az emberek, mert én nálam az első incidensnél, amikor a csikket a földre dobálja, amikor a turhát a földre köpi, amikor úgy eszi a chipset, hogy körülötte mindegy disznó, úgy nézett ki a plac, az az ember én nálam következő alkalommal már nem jöhetett be. A vendégmunkások, akik bejárnak, ezek is szintén, amikor bejönnek, meglepődnek, körülnéznek, látják, hogy azért ez nem biztos, hogy ő nekik fenntartott hely. Az viselkedésüknek megfelelő, mert ez nem egy talpon álló köpködő. Ez egy olyan kulturális központ itt Esztergom területén, ahol mink itt a hagyományőrzést, a nemzeti oldalt képviseljük, és ennek megfelelően járunk el itt az emberekkel. Az indiaiakat például azért nem engedem be, és azért korlátoztam le az ő kiszolgálásukat, mert az én tudomásom szerint ők alkoholos italt nem fogyasztanak a vallásuk szerint. Én tiszteletbe tartom a vallásukat, és mivel ez egy alkoholra feltöltött vendéglátó egység, én úgy döntöttem, hogy akkor őket nem engedem be, nehogy itt beleessenek a kísértés csapdájába. Ebből volt is egy konfliktusom, mert a rendőrségen ezt jelezte egy kapcsolattartójuk, de hát azt ő is fel lett világosítva, hogy ez pont nem indiaiaknak fenntartott vendéglátó egység, úgyhogy itt pontra is zártuk, és akkor innétől kezdve mindenki tudja az, hogy hova tartozik, hova jön be. De hát itt szerintem ként lehet látni az ászlókon is azért a megjelenését ennek a kocsmának és a hova tartozását, úgy le tudják szűrni most már a vendégmunkások is.
Az ukrán betelepített cigány családokkal kapcsolatban viszont úgy nézem, hogy fog fokozódni probléma, mert hozzám még nem jöttek be, de több vendéglátó egység már panaszkodott miattuk, illetve ahol el vannak szállásóval, a szomszédok is több panaszsal jöttek már hozzánk is, hogy hangoskodnak, dáridóznak. Ez az ekte cigány virtus, ami itt azért alapvetően tudjuk, hogy Kertvárosban is zajlik, hogy éjjel kettőkor, hétköznap, amikor egy normális ember pihenne, mert reggel 5 órakor ébredne, hogy munkába menjen, akkor a cigányok azért ott érzik magukat, dáridóznak és nem hagyják a lakosságot aludni. Most őnáluk is most már elszaporodott ez a zenés éjszakázás, családi napos történet, és nem igazán azt veszük észre, hogy ők milyen szomorúak azért, mert háború van az országukban, és őnekik el kellett jönniük. Azt hiszem, hogy nem kell túlzottan jellemeznem ezt a hátteret, ami itt mögöttem van. Itt van az a szálló, ahol az ukrán cigányok vannak elszállásolva, itt mellettünk pedig egy másik szálló, ahol pedig az indiai vendégmunkások, és ezzel kapcsolatban is hallottam számos új információt, illetve érdekes információt, hogy a dorbézolás miatt már körbe lett kerítve itt a terület. István, erről mit tudunk? Én annyit tudok, hogy itt a szomszédok, egy-két ember már jelezte nálunk is több alkalommal, hogy ez az ekte cigány virtus zajlik itt is hétköznaponta, hétvégenként, amikor valamilyen pénzhez jutnak, nem tudjuk milyen úton, módon, milyen támogatást kapnak az itt elhelyezett ukrán cigány családok, de itt a csecsemőtől kezdve, a 90 éves öregemberektől kezdve mindenki van ebben a családokban, és ezt a folyamatos cigányvirtust, az, hogy az autóval kiállok és bömböltetem a zenét, és hétköznap éjszakáig nyúló dáridózást tartanak, ezt tették most többen panaszán nálunk itt a vendéglátó egységbe, hogy ez ellen esetleg tudunk-e valamit tenni, ez most van folyamatban a szálló tulajdonossal, most fogok egyeztetni ebben kapcsolatban, hogy ezt próbálják meg valahogy kordába tartani. Hát a másik felén meg hát az indiaiak, hát most őrájuk, megmondom őszintén, egyelőre idézőjelbe teszem, hogy nincsen panasz. Teszik a dolgokat, elhagyják őket dolgozni, a Suzuki gyárba dolgoznak, meghozzák őket, akkor megrohamozzák a spárt bevásárónak, aztán utána úgy nem nagyon látjuk őket egyelőre. Focipályára kijárnak krikettezni, még onnét nem hallottunk problémát, hogy a játszótéren lévő gyerekekkel bármi is atrocitásuk lett volna, de ami késik, nem múlik, de hát mi fel vagyunk készülve ezekre a dolgokra. Nyilván ugye te itt a közbiztonsági részéről beszélsz, de van ennek egy munkaerőpiaci vonzata is, ugye, hogy egyre nagyobb számban megjelenő vendégmunkások tulajdonképpen erősen lenyomják a magyar béreket, tehát gyakorlatilag ugye ismerjük a magyar bérszínvonalat, hogy egyébként sem túl magas, de ez még be is fagyasztja ezt, és nyomja lefele, és ez felgyorsítja a Nyugat-Európába való kivándorlást a magyar munkavállalók részéről, tehát itt munkaügyi szempontból az indiai vendégmunkásokat ilyen szemüvegen át kell nézni, én azt gondolom. Hát amit én panaszt hallok itt gyári munkásoktól, akik velük kénytelenek együtt dolgozni, hát annyi panaszkodásuk van, hogy hát nem a legélesebb kések a fiókba, és amit ők elvégeznek a 8 órájukba, az körülbelül az indiai annak a negyedét tudja elvégezni. Annak ellenére, hogy több hónapon keresztül plusz egy embert fizettek a szalag mellett azért, hogy őt betanítsa, de hát valószínű, hogy nem nagyon sikerült neki felfogni a képességeihez képest az, hogy mi itt a teendő. És itt közölték a magyar munkásokkal, hogy ez ellen nyugodtan tehetnek panaszt akár az igazgatóságnál, maximum hónap utántól nem kell jönnöd dolgozni. Illetve ami még fontos, ugye, hogy azt is úgy tudjuk, hogy a szállást, rezsit, egyebeket azért nekik fizetik, vagy van támogatás, egy magyar munkavállaló számára pedig ezek a lehetőségek nem élnek. Hát amikor én egy szálló tulajdonossal beszélgettem, akkor én azt az információt kaptam tőle, hogy az ide reptetését, illetve a haza reptetését fizetik, a szállásért nem vonnak tőlük semmit, az ellátásért, napi egyszeri ellátás bent a gyárba, ezért nem vonnak tőlük semmit, viszont ellenben ugyanazt, sőt valamivel több pénzt keresnek, mint a magyar munkavállalók itt a gyárakban. Tehát akkor megdől az az elmélet is, amivel szoktak érvelni a kormány részéről, hogy az olcsó munkaerő, tehát itt akkor gyakorlatilag Esztergomban még a fizetéseik is jobbak, főleg, hogyha hozzáadjuk ezeket a támogatásokat, amelyeket itt az előbb kifejtettél, amelyek ugye a magyar munkavállalóknak nem járnak. Tehát én azt gondolom, hogy egészen vérlázító az, hogy Magyarországon ilyen állapotok uralkodhatnak.
Itt áll mellette Méhes Szilveszter, a Mi Hazánk esztergomi alelnöke. Te is ugye kocsmát üzemeltetsz itt a városban. Mit tapasztalsz? Te, ugye most itt Esztergom kertvárosban vagyunk, de ugye a belvárosban vagy, ott mik a tapasztalatok, visszajelzések? Hát a vendéglátóhelyet ezt a Zentak miatt én bezártam, de az előző, megelőző időszakban azt vettem észre, hogy a vendégmunkások, akik nem esztergomiak, nem biztos, hogy külföldiek, tehát ukránok, hanem a Magyarországnak a keleti, vagy észak-keleti részéről is ide hozott, ide települt emberek elég sok problémát okoztak a viselkedésükkel, főleg fizetésnapok utáni időszakban, amikor kicsit úgy szabadjára engedték magukat. Ugye a közösségi elvekkel nem tudtak egyetérteni, nem tudtak együttműködni, együtt élni a többi emberrel, nem tudták mi az, hogy kulturális, egy normális szórakozás, ami nem arról szól, részemről, illetve nagyon sok ember részéről, hogy most valahol elmegyünk, szétverjük a helyiséget, vagy összeverünk valakit, és akkor nagyon jól éreztük magunkat. Jó, menjenek el, fogyasszunk alkohol, persze természetes. Tehát ez megvan. Indiaiak én nálam nem jártak, de hogy az előbb Tóth Istvántól is hallottuk, ugye meg jó magam is tudom, illetve jó sokan tudják, hogy nekik a vallásuk ezt tiltja, az alkoholfogyasztást, tehát ők ilyen szinten nem is próbálkoztak. Nálam ritkán fordultak elő, mert az én helyem egy speciális hely volt, inkább attól tartózkodtak, nem látogatták. És így a lakossággal szóba elegyedve, mi azért ugye kint szoktunk lenni az utcákon, standolunk, erről is azért néhány szót osszunk meg a nézőkkel, hogy hogyan állnak az emberek ehhez, értik-e egyáltalán, hogy mi történik itt? Nyilván ugye a kormányzati propaganda az erről semmit nem árul el számukra, ugyanis azt lehet hallani, hogyha az ember bekapcsolja a köztévét, hogy Magyarország megvédi a migrációtól még egész Európát is, nem hogy hazánkat, de hát ugye a valóság az egészen más. Ugye most már azért 100 000 felett van a harmadik világbeli vendégmunkások száma Magyarországon, és Esztergomban talán még régebb óta tapasztalható ez, hogy indiai vendégmunkások dolgoznak, ugye nevesítve egyet a Suzuki gyárban. Ez azért nem feltétlenül abba az irányba mutat, hogy Esztergom és környéke egy olyan munkavállalók számára élhető helyé válhatna, ahol sok a jó munkalehetőség, a megfelelő fizetések. Ez is én azt gondolom, hogy azért az elvándorlást növeli ebben a városban is. Te mit gondolsz erről? Hát a migráció kérdését illetően jó magam is találkoztam migránsokkal, illetve sikeres elfogás is történt. Az elvándorlás, illetve a külföldi munkaerőknek a itt léte. Igen, mindenki most arról beszél, hogy tulajdonképpen ugye itt vannak a vendégmunkások, a magyar ember miért nincs megfizet, miért ez van, miért az van, miért mennek ki külföldre, miért telepszenek le ott. Jelen pillanattal foglalkozunk. Nem foglalkozunk a múlttal. Nem foglalkozunk a rendszerváltás környéki időszakkal, amikor a magyarországi ipart, akár nehézipar, mezőgazdaság, könnyűipar, bármi, tudatosan tönkre vágták. Jött helyettük a külföldi tőke, a külföldi beruházók, akik azért jöttek ide, hogy a kormányok ugye adókedvezményt adjanak nekik, minél alacsonyabb bért adjanak a munkásoknak, és természetes, hogy így elmennek innen a magyar munkavállalók, akik a magyar emberek külföldre, hogy meg tudjanak élni. De ahogy Tóth István is említette, vagy te is említetted, hogy akiket idehoznak munkavállalókat, akár az ország keleti részéről, akár külföldről, azok mennyibe kerülnek? A magyar munkavállaló ugye nem kap tisztelt a kivételnek, ahol kap albérleti hozzájárulást, legtöbb helyen nem. Ugye albérletért fizetni kell neki, de aki itt lakik Esztergomban vagy a vonzás körzetében, ő se kap ilyen szempontból semmit. Tehát ha megnézzük azt, akkor tulajdonképpen az az idegen, idehozott munkavállaló sokkal többe kerül a kormánynak vagy akár a munkáltatónak, mintha azt a pénzt odaadná a magyar munkavállalónak, hogy ne menjen ki külföldre. Így tehát van, ezen sokan fel vannak háborodva és nem is értik, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges. És ugye a másik, amit hallottunk, hogy a munkatermelékenysége a munkavállalók részéről, az idegen munkavállalók részéről mennyire hatályos, mennyire nem. Amit ez az elmúlt percekben hallható volt,
Esztergom, ez a nagymúltú történelmi város, egykori koronázóvárosunk is érintett a vendégmunkások jelenlétében. Mi természetesen, a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha itt Esztergomban, csak úgy, mint az ország minden pontján, magyar dolgozók számára tudnánk tisztességes fizetéseket, jó körülményeket biztosítani, mert mi egy olyan gazdaságpolitikát, egy olyan Magyarországot képzelünk el, ahol nincs szükség vendégmunkásokra, amely a magyar dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülésére, a magyar dolgozók szorgalmára, tehetségére épül. Ennek szellemében folytatjuk tovább munkánkat, és folytatni fogjuk a tényfeltárást az ország számos pontján, mert nem hisszük el a kormány kommunikációs trükkjeit, nem hisszük azt, hogy a kormány visszavonulót fújt volna vendégmunkás ügyben, úgyhogy menni fogunk tovább, és kérem önöket, hogy kövessenek minket figyelemmel.